Köszönöm szépen, nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Külön köszönöm professzor úrnak a nyitó szavait, akivel kiderült, hogy tulajdonképpen ismerjük egymást, vagy ismernünk kellene egymást. Ez ma reggel vált nyilvánvalóvá számunkra. Arra panaszkodtam neki is, hogy mennyire nem egyszerű valakinek, aki 20 évvel ezelőtt mondjuk fejest ugrott az agrárigazgatásba, és azóta is csak a lábfejei látszanak ki, fölemelni egy picit a tekintetét ebből a területből, és összefüggéseiben megnézni azt, amiben egyébként nap mint nap tevékenykedik. Megpróbáltam ilyen szemmel összeállítani ezt az előadást. Fél óra, nem szeretnék visszajönni senkinek az idejével, egy picit csúszva kezdtünk, ugye, tehát megpróbálom pörgetni. Nyugodtan tessék bejönni, és igen, nem harapok, tehát az első sorokat is nyugodtan ki lehet használni. Tehát megpróbáltam ilyen szemmel összeállítani az előadást, és a rendelkezésre álló idő az előre bocsátom, hogy arra lesz elég, hogy egy picit a felszínt megkapargassuk. Úgyhogy én arra biztatnék mindenkit, hogyha kérdése van, akkor ne féljen feltenni, természetesen nincsen rossz kérdés. És az agráriumnak, az élelmiszertermelésnek tágabb értelemszerűen annyi összefüggése van a hétköznapi életünkkel, hogy estig lehetne sorolni. Úgyhogy szerintem csapjunk is bele. Ezt használom. Arra felé kell irányítani, okay. Az elem pedig működik. Följebb tartjuk. Olyan volt, mintha maga az előadás lett volna beakadva, nem az eszköz. Rendben. Addig is beszélek egy kicsit, jó? Elmondom az első néhány diát, és akkor azokat átugorjuk. Tehát, ugye a kérdés az az, hogy ebben a változó gazdasági környezetben is különös tekintettel a világjárvány okozta fura helyzetre, hogyan látszódott ez az agrárium szempontjából, illetve hogy az előadás címében ez a szó, hogy rehabilitáló agrárgazdaság. Meg fogjuk próbálni megválaszolni ezeket a kérdéseket, de ahhoz, hogy lássuk, hogy mit jelent ma az agrárgazdaság, az, mint legtöbbször muszáj egy picit a múlthoz nyúlni, hogyha visszamegyünk egy 100 évet az első világháború előtti időre, és megnézzük az akkori gazdaságnak a szerkezetét, akkor azt látjuk, hogy egy 60%-os kétharmados részesülése volt az agrárgazdaságnak a nemzetgazdaságból. Kérdeztem itt a szervezőket az előadás előtt, hogy vajon hányan vannak, akik az agráriummal foglalkoznak ebben a körben, bármilyen távolról, és úgy értesültem, hogy vannak itt talajosok. De aki mondjuk termelt, vagy az élelmiszeriparban, vagy bármi egyéb hasonló kapcsolódása volt, bátran tegye fel a kezét. Nem sok. Igen. Na ez egyébként körülbelül tükrözi a nemzetgazdasági arányt most. Tehát a 66%-tól lejöttünk a 4%-ra. Ugye akkor másként vizsgálták a nemzetgazdasági részesedést, másként vizsgálják most, bruttó nemzeti értékhez való hozzájárulást nézünk, de ez a 4% körüli, hogyha a kapcsolódó iparágokat hozzáveszünk, akkor is még egy számjegyű százalék marad, ami furamód nem azt jelenti, hogy ez lecsökkent, sőt, hogyha a kibocsátást nézzük, akkor a kibocsátás szintjén ugye nem vagyunk kevesebben, nem eszünk kevesebbet. Magyarország egyébként is alapvetően agrár szempontból exportország. Tehát igazából a kibocsátás jelentősen nőtt, mind mennyiségben, mind értékben. Köszönöm szépen.
Csak arról van szó, hogy nemzetgazdasági részaránya ezzel párhuzamosan lecsökken, nyilván azért, mert számos más egyéb dolgot is csinálunk. Tehát nincs ezzel semmi gond. Nagyjából ez megfigyelhető egyébként globális szinten is, vagy legalábbis a világnak a fejlettebb részein feltétlenül. Na most megpróbálom ezzel. Igen, és megy. Tehát ugye ezekről beszéltünk, ugyanúgy megvoltak az a mezőgazdaságon belüli ágazatok, növénytermesztés, állattenyésztés, gyepgazdálkodás, erdőgazdálkodás, stb. És az igazán nagy törés az a II. Világháborúval, illetve azután következett be. Nyilván, amikor egy nemzetgazdaság felét mondjuk ezek az ágazatok adják, és egy háború letarol egy országot, akkor arányos kárt szenved ez az ágazat is. Úgyhogy brutális volt a pusztulás a mezőgazdaságban, és nagyon különösen az állattenyésztésre, hogy ne említsem a lovakat. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly törés volt. Nyilván utána ez megpróbált fölépülni, de a kommunista rendszerrel pedig egy teljesen más struktúrában kezdett el működni, ami egyébként a termelés mennyisége szempontjából nyilván pozitív volt. Tehát a 80-as évek végére iszonyatos kibocsátása lett már a magyar mezőgazdaságnak. Más kérdés, hogy ez mondjuk fenntarthatósági szempontból, vagy piacgazdasági szempontból mennyire volt értelmezhető vagy indokolt. Hát ez csak egy ábra, ami pontosan mutatja azt, hogy mondjuk a II. Világháború után, igen, ezen a képen nem fog látszani a piros pont. Tehát a II. Világháború után 1950 környékén, hogyha azt veszük 100%-nak, akkor hogyan változott a mezőgazdasági termelésnek a kibocsátása, és látjuk, hogy állattenyésztésben ez ahhoz képest 250%-ra is fölment, de a mezőgazdasági termelés összességében is megduplázódott, több mint megduplázódott ez alatt az idő alatt. Ugye jelenleg, ahogy mondtam, 4%-kal jár hozzá a mezőgazdaság a bruttó hazai termékhez. A kibocsátás összesen mintegy 3000 milliárd. Ez nagyon komoly szám, különös tekintettel arra, hogyha megvizsgáljuk, hogy az elmúlt 10 évben mennyit fejlődött. Hogyha azt nézzük, hogy változatlan áron, tehát 2010-es árakon a 2020-as kibocsátás mennyi, vagy a 2019-es kibocsátás mennyi, azt látjuk, hogy 30%-kal több. Tehát még 10 év alatt is, az elmúlt 10 év alatt is a kibocsátásunk még egyszer változatlan áron, tehát nem folyó áron, változatlan áron 30%-kal nőtt. Ugye ez óriási szám, és ezzel párhuzamosan az agrárexportunk is nőtt néhány évvel ezelőtt, hát az még bőven az én életemben, meg tevékenységem alatt, ünnepeltük, hogy elértük a 8 milliárdot, tehát most már több mint 9,5 milliárd euró az exportunk. Úgyhogy a mezőgazdasági termelés köszöni szépen jól van, és ebbe az egyébként felfutó fázisba ütött be a világjárvány. Most itt tartanék egy hatásszünetet, mert mindenki szerintem egy pillanatra gondolkozzon el, hogy a járvány mit okozott a saját életében. Ekkora felfordulást még nem láttunk. Tehát ez teljesen nyilvánvaló. És a legérdekesebb dolog, hogy nem az elsődleges termelésben volt felfordulás. A növényeket, az állatokat, a gazdákat, akik ott vannak nap mint nap, a világjárvány a legkevésbé érintette. A növény nőni fog, az állat hízni fog. A vágóhíd az már egy másik kérdés, ugye? Vagy bárhol, ahol ezek a termények összefutnak, akár a kereskedelem szintjén, nagy kereskedelem szintjén, akár a globális kereskedelem szintjén, tehát azok a terek, ahol az emberek találkozhattak, azok a terek váltak veszélyessé. A traktoros, amikor kint van egyedül a földön a traktorban, nem számít neki, hogy Covid van, vagy nincs Covid. Ott nincs esélye megfertőződni. Még egyszer, a növényeket, állatokat, tehát a biológiai szervezeteket, amelyeket a mezőgazdaságban, amelyekkel a mezőgazdaságban foglalkozunk, ezeket a Covid közvetlenül nem érintette. Tehát a termelés, az alapanyag termelés, az szinte változatlanul ment tovább. Más kérdés aztán, hogy vannak olyan ágazatok, amelyeket a járvány, illetve a járványhoz kapcsolódó korlátozó intézkedések azonnal
és gyakorlatilag halálosan érintettek. Gondoljunk egy dísznövény ágazatra, gondoljunk arra, hogy májusban hány ballagás van, hány esküvő van, hány ünnep van, hány minden. Tehát májusra időzítik a dísznövény termelésnek a jelentős részét, és március közepén bekövetkeztek a lezárások. Boltok bezártak minden. Tehát ott egy ágazatnak gyakorlatilag nem az egész éves terméke, de az éves termékének egy nagyon-nagyon jelentős része azonnal eladhatatlanná vált. Úgyhogy nagyon-nagyon gyors segítséget kellett nyújtani, annak ellenére még egyszer, hogy a növények nőnek, az állatok híznak, ennek ellenére nagyon-nagyon gyors segítséget kellett nyújtani a mezőgazdasági ágazatoknak, és ez meg is történt, hála Istennek. Ilyen gyorsan szerintem még nem történt soha semmi az igazgatásban, de gyakorlatilag tárgyéven belül egy 25 milliárdos gyors segélyt lehetett nyújtani a mezőgazdasági ágazatoknak a kormány gazdaságvédelmi akcióterve keretén belül, és ebből gyakorlatilag az összes érintett ágazatnak lehetett juttatni. Hogy érzékeltessem egyébként, hogy milyen problémák merültek fel menet közben. Nyilván az összes vendéglátóipari egység bezárt. Minden mezőgazdasági termék, élelmiszeripari termék, amiket a vendéglátóhelyeken értékesítettek, ez hirtelen visszahullott a piacra. Ugyanakkor a boltokban sokkal többet vásároltak az emberek. Ez rögtön logisztikai problémákat okozott. Azon sikerült felülemelkedni, de a logisztikai problémák nem csak nemzeti szinten, hanem nemzetközi szinten is jelentkeztek. Nyilván nem csak, tehát egyrészt ugye agrárexportőr ország vagyunk, 9,5 milliárd eurónyi agrárexportunk van. Nyilván ezeknek egy része ki se tudott menni az országból. De nem csak exportálunk, importálunk is egy csomó mindent, alapanyagot jellemzően nem, de például rengeteg csomagolóanyagot, vagy olyan speciális élelmiszeriparhoz szükséges anyagokat, amelyeket mi nem állítunk elő, és az import is korlátozott volt. Most nyilván, hogyha hiányzik egy csomagolóanyag, akkor azt a terméket nem lehet abba a csomagolóanyagba betenni, tehát nagyon-nagyon-nagyon komoly helyzetek alakultak ki, ennek ellenére teljesen nyilvánvaló, hogy a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar ebben az időszakban maximálisan helytállt, és ez egy igen örömteli dolog, de nem tehet kényelmessé bennünket. Éppen ezért elindult egy európai gondolkodás azon, hogy hasonló helyzetekben hogyan lehet megóvni az európai ellátási láncokat. Ugye, a problémák, amiket említettem, tehát megállították a kamionokat a határon se kisebe, nem a tartalma miatt, hanem az ember miatt, aki vezette. Mert ki tudja, hogy honnan jött, és ki tudja, hogy mit hoz magával, és senki se szerette volna, hogyha nála robban be a koronavírus járvány olyan módon, hogy az az egészségügyi ellátórendszert összeomlassza. Tehát az emberek miatt állt meg az áruforgalom, és erre kell találni egy olyan általános megoldást, amit hasonló helyzetben a jövőben bármikor alkalmazni lehet, különben újra és újra ezzel a problémával fogunk szembesülni. Ami megint nagyon átértékelődött, ugye az Európai Unió egy egységes belső piaccal működik, a közös agrárpolitika is, azért közös agrárpolitika, mert nincsenek nemzeti agrárpolitikák, hanem uniós szinten egy közös agrárpolitika van, egységes módon van szabályozva a mezőgazdasági termelés szerte az Unióban. Mindenki viheti a termékét határok nélkül, ahová szeretné és ahová tudja. Igen ám, de mi van akkor, hogyha mégis be kell csukni a határokat, például egy járvány miatt. És ezáltal fölértékelődött egyrészt az Unión belüli tagállamokon belül, az egyes tagállamokon belül az önellátásnak a kérdése, az önellátás képességének a fontossága. Másrészt magában az Unióban is felértékelődött az önellátás fontossága, vagy ennek a képességnek a megtartása. Ugyanis az Unió kifele is egy liberális kereskedelem politikát folytat, globális kereskedelmi szereplő, ugye az Unió az egyik legnagyobb agrárexportőr és legnagyobb agrárimportőr egyben a világon, hogy maradjunk csak az agrárnál és a többi ágazatot, autóipart, vegyipart, hadipart, stb. Ne is említsük. Tehát egy liberális kereskedelmi politikát folytat kifelé, viszont akkor, amikor egy globális járvány van, akkor ennek szintén megvannak a hátulütői. Tehát egyrészt európai szinten, másrészt tagállami szinten is felértékelődött
az önellátási képesség. Én most természetesen csak agrárról beszélek, de minden más esetben azt gondolom, hogy ez ugyanígy van. És mik a mi eszközeink, amelyekkel operálni tudunk? Ugye említettem, hogy a közös agrárpolitika egy uniós szinten közös politika, rendeletekkel van szabályozva, hogy a rendeletek azok az uniós jogszabályok, amelyek minden tagállamra, minden körülmények között egyformán vonatkoznak, és ennek a közös agrárpolitikának alapvetően kettő pillére van. Ezeket így hívjuk, hogy első pillér és második pillér, meglepő módon. Az első pillérbe tartoznak azok a közvetlen, alapvetően területalapú támogatások, amelyeket a gazdálkodók, akik területtel rendelkeznek, egyszerűen a terület után kapnak, és erről majd szeretnék egy picit talán még visszatérni az előadás egy későbbi részében, vagy akár a kérdések során. Tehát azt kell látni az első pilléres támogatásokkal kapcsolatban, hogy ez egy örökség. De nagyon sok emberben, akik nem foglalkoznak az agrártermeléssel, felmerül, hogy miért kap a gazda terület alapon támogatást. Miért van erre szükség? És ez egy teljesen jogos kérdés, a válasz pedig szintén a múltban rejlik. Ez egy külön előadást tárgyát kéne, hogy képezze, tehát nem fog most mélyen belemenni. Maradjunk annyiban, hogyha van kérdés, akkor bele tudunk menni mélyebben, de ez egy történelmi örökség, 92-ig nyúlik vissza, 92 előtt a közös agrárpolitikának egy teljesen más rendszere volt, mint 92 után, és ebből az éles váltásból fakad az, hogy a területalapú támogatások a mai napig a rendszer alapját képezik. Ez egy olyan örökség, aminek megvannak az előnyei és megvannak a hátrányai, egy dolgot senki se gondoljon, hogy ez a gazda zsebében marad. Tehát ez a támogatás, amit normatíve terület alapon kap, nem marad a zsebében, értelemszerűen minden környező, vagy az agráriumot körülvevő ágazat és iparág számol ezzel a támogatással. Nem akartam azt mondani, hogy kihúzza a zsebéből, de természetesen mindenki beárazza ezeknek a támogatásoknak a létét, a földbérlettől kezdve, a bankhitelezésen keresztül, a szállítmányozásig mindenki. Tehát nem, ez egy olyan támogatás, ami beépült a rendszerbe, a kedvezményezettje a gazda, de távolról sem marad a gazdánál, hanem ez beépült sajnos a rendszerbe, és éppen ezért a egyszerű kiváltása vagy megoldása az nem lehetséges csak így. A második pillér az nem normatív támogatásokból áll, ez a vidékfejlesztés. Ezt már viszont azt gondolom, hogy mindenki hallotta, ez alapvetően pályázatos rendszerű támogatásokból áll, és a mezőgazdasági fejlesztéseknek az ösztönzője. De ez azért fontos, mert hogyha felmerül az a kérdés, hogy mi a célunk a mezőgazdasággal, azon kívül, hogy élelmiszert termel, hozzájáruljon a környezetvédelemhez, a klímaadaptációhoz, hogy megfelelő élőkörnyezetet biztosítson, hogy megtartsa a népességet a vidéken, stb. Mindezek a kérdések, ezek a vidékfejlesztés eszközén keresztül ösztönözhetők. És ez is történik. Ezen kívül, ugye a harmadik bullet point itt a képernyő alján látszik, a közös agrárpolitikában lehetőség van nagyon-nagyon-nagyon csekély mértékben nemzeti támogatásokat is nyújtani. Ugye azért közös agrárpolitika, hogy ne 27 felé menjen a 27 ország, hanem ez egységes legyen. Ennek megfelelően a különutas támogatások gyakorlatilag tiltottak. Nagyon-nagyon szűk az a mezsgye, amelyben nemzeti támogatásokat lehet nyújtani. De vannak ilyenek is. A közös agrárpolitika, mint már utaltam rá, nem egy állandó dolog, változó. 92-ben volt egy nagyon éles váltás, de nem csak 92-ben, hanem általában az Európai Unió költségvetési periódusához kapcsolódóan rendszeresen megújul. Tehát egy olyan 7 évente, 7-8 évente megújul a közös agrárpolitikának a szabályozása is. Így van ez most is, most ugye a 21-27-es költségvetési periódusban vagyunk. Gyakorlatilag megszületett az aktuális kapreform. De a jogszabályok még nem jelentek meg. Ugye ez azt jelenti, hogy a tanács és a parlament megállapodtak egymással, megvan a deal, de a jogszabályok még nem jelentek meg, viszont elég pontosan látjuk már, hogy hogy fog működni a közös agrárpolitika az elkövetkezendő években, és ennek a induló dátum ez 2023. január 1-e lesz, amitől az új szabályok életbe lépnek. Értelemszerűen hiába most elfogadva nem lehet őket alkalmazni, kell egy kis felkészülési idő is, hogyha 21 végére elfogadásra kerülnek,
a jogszabályok, ez a terv, vagy legkésőbb 22 elejére, akkor 23. január 1-ével azok alkalmazhatóvá is válnak, még ez is elég szűk egyébként ahhoz, hogy a tagállamok felkészüljenek rá. Anélkül, hogy belemennénk a közös agrárpolitikának a rejtelmeibe, gondoltam, hogy bemutatom ezt a diát. A közös agrárpolitikának a következő években 9 stratégiai célja van. Hogyha valaki már megszámolta, hogy hány színes dolog van a képen, az láthatja, hogy 10. Ez ne zavarjon meg senkit. 9 specifikus stratégiai célja van. A 10. a modernizáció, az egy általános cél. Van 3 olyan cél, ezek a képernyőnek a bal felső részén láthatók, vagy az ábrának a bal felső részén, a narancssárga meg a lila, amik közvetlenül a közös agrárpolitikának a gazdasági részét célozzák. Ez az, hogy akik abban dolgoznak, méltányos jövedelemhez jussanak, hogy a versenyképesség nőjön, ez fontos, hiszen globális versenyben van az európai mezőgazdaság. És nagyon-nagyon fontos, erről szó lesz még a lila, hogy az értékláncban, az élelmiszerláncban az erőviszonyok kiegyenlítettebbek legyenek. Nagyon röviden itt arról van szó, hogy ha elindulunk a termelőtől, aki az alapanyagot előállítja, és megérkezünk a kiskereskedőig, aki azt a fogyasztónak végül átadja valamilyen formában, a legkisebb profit az itt csapódik le, a legnagyobb profit ott csapódik le, a legnagyobb kockázatot itt viselik, a legkisebb kockázatot ott viselik. Ugye az értékláncban számos szereplő lehet, elsődleges feldolgozó, másodlagos feldolgozó, nagykereskedő, kiskereskedő, integrátor, stb. Tehát nagyon sok kézen keresztül megy az a termék, mire megérkezik a fogyasztóhoz, és ebben a láncban, ez az értéklánc, vagy ez az élelmiszerlánc, ebben a láncban egyrészt biztosítani kell azt, hogy az élelmiszer teljesen biztonságos maradjon. Másrészt biztosítani kell azt, hogy az ellátás sose akadozzon. Ez két nagyon fontos dolog. Az élelmiszerbiztonság, az angolul food safety, az azt jelenti, hogy amit leveszünk a polcról, nem kell gondolkoznunk azon, hogy megehetjük-e vagy sem. Az élelmiszer ellátás biztonság, az pedig a food security, az, hogy mindig van elég. A világnak azon szerencsés részén lakunk, ahol van elég, és mindig biztonságos is. Ez két óriási vívmány. Nagyon sok helyen ez nyilvánvalóan nem így van. Nagyon fontos másik 3 cél, itt a képernyő, vagy az ábra jobb oldalán a zöld célok. Nem véletlenül vannak zölden jelölve. Értelemszerűen a klímaváltozással kapcsolatos elvárások. Mit tehet a mezőgazdaság annak érdekében, hogy csökkentse a klímaváltozás okozó hatásait? Mit tehet a környezetvédelem érdekében? És mit tehet annak érdekében, hogy a tájképet és a biodiverzitást megőrizze úgy, hogy az egész termelés fenntartható maradjon. És van 3 olyan cél az ábra alsó oldalán, kékkel, amelyek se nem gazdasági, se nem környezetvédelmi célok, hanem egyszerűen az élelmiszer előállításnak olyan nehezen forintosítható vagy elrósítható területei, amelyek a mezőgazdasági tevékenységnek a társadalom szempontjából adott hozzáadott értékét tükrözik. Nagyon fontos, hogy legyen egy generációs megújulás a mezőgazdaságban, gyakorlatilag Európa szerte a mezőgazdasággal foglalkozók egy öregedő képet mutatnak, és a fiatalok között úgy tűnik, hogy egyre kisebb a hajlandóság arra, hogy a mezőgazdaságban, az élelmiszertermelésben dolgozzanak. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy koncepciózus generációváltás történjen a mezőgazdaságban, és egyébként ez elég jól történik is, de nem lehet, hogy mondjam, félretenni a kérdést. Addig, ameddig ez teljes mértékben le nem zajlott, és addig, ameddig biztosítva nincsen, hogy folyamatos lesz az utánpótlás a jövőben is. Nagyon fontos, hogy a vidéki területeknek a népesség megtartó képességéhez hozzájáruljon a mezőgazdaság, ahogy az is, hogy az élelmiszer, amit előállítunk, az egészséges legyen. Ugye emiatt is rengeteg vita és nagyon sok kérdés van a mezőgazdaság körül. Tehát ezek olyan a mezőgazdasági termelés által a társadalom szempontjából hozzáadott értékkel bíró szempontok, amelyek szintén megjelennek a KAP specifikus céljai között, és ahogy mondtam, a 10. az a modernizáció. Mindezt úgy próbálja meg elérni a közös agrárpolitika, hogy egyre modernebbé változtatja a mezőgazdaságot.
mik a kihívásaink, hát az van bőven. Szinte más sincs. Beszélünk a klímaváltozásról rengeteget. Ugye nincs kérdés, hogy tetten érhető és számosítható statisztikai adatokkal kimutatható, hogy valami változik, valami más. Lokálisan is, Magyarországot tekintve, vagy a Kárpát-medencét tekintve is, globálisan is tetten érhetők, és még egyszer számosíthatók már azok a változások, amelyek most független attól, hogy miért történnek, antropogén hatások miatt, vagy bármi egyéb miatt, szembesülünk azzal, hogy történnek. Emelkedik a hőmérséklet, növekszik a napsütötte órák száma, növekszik a szélsőséges időjárási események száma, és ezek mind növelik a termelésnek a kockázatát, illetve arra kényszerítik a mezőgazdaságot vagy a termelőket, hogy adaptálódjanak ehhez a szituációhoz, más fajtákat vegyenek elő, más technológiát alkalmazzanak, gondolják tovább, tehát végtelen a sor. És ugyanakkor azzal a követelménnyel kell szembesülniük, hogy az elvárás a mezőgazdasággal szemben az, hogy természetesen egyre kisebb legyen a környezet terhelése. Hogy ebből milyen megoldások születnek, azt már mindenki rábízom magára. Amit úgy gondoltam, hogy még érdemes feltétlenül felvillantani, és most nem sorba megyek, az egyik, hogy a fogyasztói igények is nagyon változnak. Ugye gondoljunk csak arra, hogy hányan gondolják azt, független attól, hogy igazuk van vagy sem, tehát én nem állást foglalni szeretnék e tekintetben, hogy sokkal jobb, hogyha mondjuk növényi alapanyagból készült tejtermékeket fogyaszt, vagy műhúst fogyaszt, vagy bármilyen egyéb helyettesítő terméket fogyaszt. Tehát megjelentek az élelmiszer termelésünkben ezek a termékek is, mert van rá igény. Nyilván, hogyha van rá fogyasztó igény, akkor megjelennek ezek is. Számtalan anomáliát okoznak, többek között például elnevezésbeli dolgokat, hogy csak maradjunk a tejtermékeknél. A tej az egy definiált dolog a közös agrárpolitikában, és a tej tőgyváladékként van definiálva. Semmi másra nem lehet ráírni azt, hogy tej, csak azt, ami az állatból jött ki. Semmi, tehát nincs elnézés, nincsen mondulatej, meg szója, az nem tej. Azokat lehet valami másnak hívni, de ez csak egy nevezéktani kérdés, még egyszer, ez nem egy állásfoglás, ez az Európai Uniónak megvannak az elnevezési szabályai is, és ezek konzekvensek. Más kérdés már például a húsoknál, hogy mire mit lehet írni, de ugye nagyon fontos, hogy egyrészt változnak a fogyasztói szokások, változnak a fogyasztói igények, másrészt nagyon fontos, hogy amikkel utána megyünk ezeknek az igényeknek, azok az élelmiszerek is megbízhatóak legyenek, nyomon követhetők legyenek, biztonságosak legyenek, és egészségesek legyenek. Sokszor a változás az gyorsabb, mint hogy ezeket biztosítani lehetne, azt gondolom. A terhek aránytalan eloszlásáról az értékláncban pedig már beszéltünk. Ez egy annyira nagyon fontos dolog, hogy az Unió most külön irányelvet alkotott erre. Unfair Trading Practices Directive. Ez már megszületett, most a tagállami harmonizációnak a fázisában vagyunk. Ez pontosan azt szolgálja, hogy a szereplők között, hogyha a gazdasági különbség elér egy bizonyos szintet, akkor bizonyos forgalmazói magatartásokat egyszerűen megtilt. Tehát nem lehet visszárúzni, nem lehet egy oldalon felmondani a szerződést, időben fizetni kell, stb. Tehát, de ez is érdekes, hogy 18-ban vagy 19-ben jött ki szerintem a direktíva, előtte volt a tárgyalása, hogy bőven benne voltunk már a 21. században, mire európai szinten született egy olyan szabályozás, ami ezt valamilyen módon próbálja rendezni, pedig mennyire kézenfekvő, hogy aki gazdaságilag erőfölényben van, azt nem nagyon fogja érdekelni azt, hogy a másikkal mi van, hanem kihasználja a fölényét, hogyha ez nincsen valamilyen módon korlátozva. És talán a legfontosabb, ez azért van középen, hogy nagyon, ez egy érzékeny téma, de a lényeg az, hogy akik a termelésben benne vannak, és a mindennapjukat ebben töltik, ezt a magas szintjét a közös agrárpolitikának
nem látják át, a saját területükön nyilvánvalóan tisztában vannak a szabályozással, de a magasabb összefüggésekkel nem feltétlenül. A helyzet az, hogy egyre többet várunk el a gazdáktól, pontosan azok miatt, a stratégiai célok miatt, amiket felvetítettem. Elvárjuk, hogy a mezőgazdaság a társadalom számára egyéb hozzáadott értékkel is bírjon, mint az élelmiszerellátás. Elvárjuk, hogy hozzájöjjön a klímaváltozás elleni védekezéshez, a környezetvédelemhez, a természetvédelemhez, és ez teljesen természetes. De akinek végre kell hajtani, az végső soron a gazda. És rá ez egyre több és egyre több kötelezettséget ró, és ez teremt egyfajta feszültséget. Hogyha olvasnak agrárhíreket, akkor látható, hogy még Németországban is, tehát olyan országokban, ahol azt gondolná az ember, hogy nagy hagyományokkal rendelkező, jól működő rendszerek vannak, az agrárgazdaság is jól működik, még ott is, Németországban, Hollandiában, Franciaországban, Belgiumban, voltak gazdatüntetések, mert nehéz végrehajtani ezeket a követelményeket. Az új bizottság azzal nyitott, hogy letette az asztalra a Green Deal-t, és két másik olyan stratégiai dokumentumot, az egyik a Farm to Fork, a másik pedig a Biodiversity Strategy, amelyek jogilag nem kötő eszközök, de elvárják, hogy a végrehajtásban mindegyiknek a szempontjai figyelembe legyenek véve. Ezt most nem fejtem ki bővebben, de a lényeget elég ezzel kapcsolatban megérteni. Tehát azok a szempontok, amelyeket felsoroltam, nem feltétlenül jogszabályokban jelennek meg. Lehetnek ezek elfogadott stratégiai dokumentumok, amelyeknek a szempontjait megkövetelik a végrehajtásban. Oké. A vidékfejlesztési programban, és ez fontos, a következő időszakban olyan lehetőség előtt áll Magyarország, mint még soha. A vidékfejlesztési programban, mint mondtam, pályázatos rendszerű támogatások vannak. Ez azt jelenti, hogy ha szeretnék egy hűtőházat, akkor tudok pályázni erre a vidékfejlesztésből. Kell, hogy rendelkezzem saját forrással. De a vidékfejlesztés egésze az úgy működik, hogy nem csak kedvezményezetnek kell rendelkezni saját forrással, hanem a tagállamnak is. Tehát ez tagállami szinten társfinanszírozott, az unió ad valamennyi pénzt, ami mellé a tagállam hozzáteszi a saját forrásait, és ebből az összesített forrásból kapják a kedvezményezettek a pályázaton keresztül a pénzeket. Most ezt a társfinanszírozási mértéket a magyar kormány úgy döntött, hogy felemeli a maximumra. Ez azt jelenti, hogy 80% nemzeti forrás lesz a következő időszakban a vidékfejlesztésben. Összesen több mint 4200 milliárd forintot fogunk tudni elkölteni vidékfejlesztésre 2027-ig, illetve nyilván a kifutó rendszerben a pályázatok befejeződéséig. És hogyha összehasonlítjuk ezt azzal, hogy mennyi volt az előző 7 éves időszakban, az előző 7 éves időszakban 1700 milliárd. Egy nagyon-nagyon nagy emelkedés ez, óriási lehetőség, és egyébként az látszik, hogy az agrárgazdaságnak a szereplői abszolút készek ezt felszívni. Tehát nagyon nagy az agilitás, nagyon nagy a készség, nagyon sok a fejlesztési igény, és ugye ez összességében jó nekünk abból a szempontból, hogy nyilván, ahogy mondtam, a vidékfejlesztés az az ösztönző lába a közös agrárpolitikának, amelyeken keresztül ezeket a célokat meg lehet valósítani. A vidékfejlesztésben rengeteg intézkedés van, ebből kettőt szeretnék csak gyorsan kiemelni. Az egyik az agrárkörnyezetgazdálkodási intézkedések. Ezek azok, amelyek többek között a mezőgazdaságnak azt a társadalom szempontjából fontos hozzáadott értékét ösztönzik és biztosítják, amelyek a tájképrendben tartásával, a biodiverzitás megőrzésével, a vízgazdálkodás, a vízháztartás megőrzésével kapcsolatosak. A másik pedig szintén egy nagyon fontos dolog, ugye az egészséges és természetes élelmiszerek előállítása szempontjából az ökológiai gazdálkodásra való átállás, illetve annak a fenntartása. Ezt köznapi nyelven biogazdálkodásnak hívjuk, tehát ez a biotermékek előállításának az alapja. Mind a kettőben
jelentős mértékű támogatás növekedést tesz lehetővé az, hogy a magyar állam ilyen magas mértékben társfinanszírozza a vidékfejlesztési programot. Nagyon röviden a BioEast kezdeményezésről. Ugye elhangzott, és ez egy nagyon komoly probléma, és ezt a részét szeretném kiemelni az ábrának itt a jobb oldalon. Ugye a kutatási, az Európai Uniónak vannak kutatási alapjai. A Horizon 2020-ből, ami az elmúlt időszaknak a kutatási forrásait biztosította, láthatjuk, hogy hogyan részesültek az egyes tagállamok, illetve nem az egyes tagállamok, hanem milyen arányban részesültek belőle a tagállamok. A régi tagállamok viszik el körülbelül több mint a 80%-át a kutatási pénzeknek. EU-n kívüli országok viszik el egy 8%-át a kutatási pénzeknek, és az újonnan csatlakozott országok, tehát többek között Magyarország, illetve az a 13 ország, aki 2004 után csatlakozott, 5%-át viszi el a kutatási pénzeknek. Na, a BioEast kezdeményezés egy olyan V4 plusz 7 tagállamból, és itt visszaugranék akkor az előző diára, csak azért ugrottam át, tehát a V4 országok és 7 ország, itt láthatók ők, Bulgáriától Lettországig, akik létrehoztak egy olyan kezdeményezést, amelynek az a célja, hogy ez az 5%, ez ne 5% legyen, hanem sokkal több. Azért BioEast, mert elsősorban a biomasszával kapcsolatos kutatásokra fókuszál, hiszen ezekben a tagországokban mind fontos a mezőgazdaság és a biológiai gazdálkodás, de nem a biogazdaság szempontjából, hanem a körforgásos gazdaság a mezőgazdaságban. A végére tettem egy olyan felmérés eredményt, ez egy abszolút kiragadott dolog. A lakosság körében történt egy felmérés, amely az agrárgazdasággal, a mezőgazdasággal kapcsolatos különböző kérdésekre kereste a választ. Csak hogy tisztán lássunk, hogy az emberek több mint 90%-ának fontos, hogy a megtermelt élelmiszerek minőségének fenntartásával és fejlesztésével foglalkozunk. Tehát, hogy ez olyan, és azért mondom, hogy nyilvánvaló, hogy az élelmiszertermelés és a mezőgazdaság teljesen áthatja mindennapjainkat, ha nem gondolunk bele, akkor is. De amikor rákérdeznek, akkor 10-ből 9 ember azt mondja, hogy persze, ez nagyon fontos. Érdekes, addig, ameddig nincsen baj, lásd világjárvány, addig ez olyan természetes, abban a pillanatban, hogy beüt valami krach, vagy valami elkezd akadozni, abban a pillanatban rögtön észreveszi az ember, hogy ez nem olyan természetes, és mi minden van mögötte. Hogy megpróbáljuk megválaszolni a kérdést, amiket az előadás elején feltettünk. A mezőgazdaság, nemzetgazdasági aránya, ez hosszú távon egy csökkenő dolog, de a kibocsátás igazából nem hogy csökkent volna, hanem nőtt mennyiségben is, meg értékben is. Az, hogy az aránya a nemzetgazdaságon belül hol van, ez számos egyéb dologtól függ. A lényeg az, hogy Magyarország nem 10 millió, hanem 25 millió ember ellátására képes, és még van potenciál a mezőgazdaságunkban. A pandémia egyértelműen rámutatott arra, hogy mennyire fontos egyrészt, hogy működjön a mezőgazdasági alapanyagtermelés, az élelmiszertermelés, hogy hol vannak ebben azok a törékeny pontok, amikkel mindenképpen foglalkozni kell annak érdekében, hogyha később bármikor hasonló helyzet adódik, akkor ne legyen fennakadás az ellátásban. És nem csak az egyes ember szempontjából volt ez nyilvánvaló, hanem hála Istennek a döntéshozók szempontjából is. Tehát azt kell mondom, hogy ilyen szempontból feltétlenül rehabilitálódott, vagy fókuszba került egy kicsit az agrárgazdaság. Európai kezdeményezés van arra, hogy válságálló legyen az élelmiszer előállítás és az ellátási láncoknak a működése. És egy záró gondolat, hogy azt gondolom, hogy senki nem gondolja, hogy a mezőgazdaság sár és gumicsizma, de higgyék el, hogy még nagyon-nagyon sokan vannak, akik így gondolják. Ennek az ellenkezője igaz. Elképesztő, hogy milyen technológiákat használnak már a mezőgazdaságban. Egy 3 emelet magas, 12 méter széles kombány 2 centi pontossággal közlekedik. Ez nem
nem azért, mert valaki ezt szórakoztatónak tartja, hanem azért, mert ez egy közvetlen gazdasági kérdés, hogy ilyen pontosan működjön. Köszönöm szépen.